Kedves nyíregyházi kollégák, kolléganők! A tél kellős közepén, amikor ilyen zordidő jár körülöttünk, csodálatos, hogy ennyien eljöttetek erre a mai rendezvényre. A Nyíregyháza, illetve Szabolcs-Szatmár Bereg megye egészségügyi ellátását érintő átalakítás nagyon radikális. Radikális azért, mert gazdasági társasággá alakították az eddigi közintézményeket. Radikális azért, mert az emberek picit megszeppenve, de nagyon nehezen viselik azt, hogy elveszítették azokat a jogokat, amelyeket a közszolgálatban közalkalmazottként szereztek. Én úgy gondolom, hogy ez a csata még nem ért véget. Úgy tűnik számomra, hogy a 13. havi kompenzáció most előjött. Talán azért, ami még 10 nappal ezelőtt lehetetlen volt, talán azért, mert tudták, hogy ide készültök. Ehhez gratulálni szeretnék, de nem lehet hátradőlni, nem lehet elégedetnek lenni ezzel a helyzettel. Egészen biztos vagyok benne, aki ismeri a versenyszférában a munkamódszereket, az tudhatja, hogy sokkal keményebben kell az érdekekért föllépni ahhoz, hogy a közszférában elérhető juttatásokat, jogokat biztosítani lehessen. Sokkal keményebben kell harcolni, mert a munkatörvénykönyv az egy sokkal több szabadságot, a munkáltatónak sokkal több eszközt biztosító jogszabály. Ezért feltételezem, hogy nem sokára újra fogunk itt találkozni. A liga szakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy az egészségügyi intézményrendszert ilyen totálisan, hogy a megyéhez tartozó valamennyi intézmény a versenyszférába lett áttéve, hogy ez a módszer folytatható. Biztosítani kell a közintézményeket az alapellátások megoldására. Ez most itt sérül. A liga szakszervezetek teljes tagságának szolidaritását hoztam hozzátok, és azt tudjuk mondani, hogy az EDDS-szel kötött nem is olyan régi keletű szövetségünk azt a következményt vonja maga után, hogy számíthattok a ligában dolgozó többi kolléga segítségére, szolidaritására is. Biztos vagyok benne, hogy kölcsönösen szükség lesz egymásra mindenkinek ebben a folyamatban, hiszen az egészségügy privatizációja, az egészségügy átalakítása a következő évek nagyon nehéz küzdelmét fogja hozni nekünk szakszervezeteknek. Köszöntelek benneteket, és nagyon bátor dolognak tartom, hogy ilyen időben ilyen sokan eljöttetek, és ehhez